Magyarországon az emlőrák a nők egyik leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedése és haláloka. A szűrésre a 45 és 65 év közötti nők kapnak meghívót 2 évente, mivel ebben a korosztályban bizonyított, hogy a rendszeres mammográfiai szűrővizsgálat csökkenti az emlőrák okozta halálozást. Az emlőrák vonatkozásában egy rendkívül súlyos betegségről van szó, és rendkívül gyakori betegségről is szó van, hiszen egy magyarországi nő körülbelül 8-10% az esélye, hogy találkozik az élete során ezzel a betegséggel. És ezt a betegséget időben fedezzük föl, akkor elkerülhetjük azt, ami sajnos jelenleg így van, hogy a vezető halálok között az emlőrák a nőknél jelen van. Hajdúnáláson 2017-ben összesen 1240 hölgy kapott meghívót, de csak 312 fő vett részt a vizsgálaton. Idén 643 fő lett értesítve. Már több évre visszatekint ez a szűrővizsgálati program. Sajnos azt kell mondjam, hogy egy csökkenő létszám van. Az elmúlt évben sajnos a beidézetteknek csak közel 30%-a jelent meg a szűrővizsgálatokon, míg korábban ez a szám akár 60-70% is volt. A vizsgálat célja, hogy a legapróbb elváltozást is kimutatja a szervezetben. Csupán pár percig tart és teljesen kockázatmentes, akár csak a tüdőszűrés. A vizsgálat az emlő összenyomásával jár, ami esetenként kellemetlen lehet, de nem ártalmas az egészségre. A célja egyértelműen az emlőben található elváltozásoknak a fölismerése. Ez a módszer, amivel végzik a mammográfia, egy fél centiméternyi idegen testet vagy idegen szövetet is képes felfedezni, és későbbi vizsgálatokkal meg kell lehet állapítani, hogy ez jó indulatú vagy rossz indulatú elváltozása. Ezekre a szűrővizsgálatokra mindenkit név szerint értesít a hatóság. A 45 és 65 év közötti hölgyeket 2 évente hívják be, de természetesen bárki részt vehet egy bizonyos életkor fölött háziorvosi segítséggel a szűréseken, nyilván jelentkezni kell, és 35 év alatt is van rá mód. Hajdúnálás város önkormányzata ingyenes utazási lehetőséget biztosít az érintettek számára Debrecenbe, a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula Egyetemi Kórház központi radiológiai emlőcentrumába július 9 és 13-a között. Hajdúnálás városa mindenképpen fontosnak tartja azt, hogy a lakosság, az érintett lakosság, az beidézett lakosság minél nagyobb számba vegyen ezen részt. Ez azzal kívánja a korábbiakhoz hasonlóan elősegíteni, hogy ingyenes beutazási lehetőséget biztosít, szervezett buszjáratok segítségével. Minden szűrési napon busz indul részben Tedejről, részben Hajdúnálás belvárosából a szűrőállomásra. Eddig az volt a tapasztalat, hogy 2 évente 2-szer volt ilyen szűrési kampány, idén viszont csak 1-szer kívánják megszervezni, tehát idén most lesz rá a lehetőség. Tudomásom szerint a második felében már nem lesz rá mód. A buszjárat július 10-én Tedejen a Nyár utcáról indult 12 óra 45 perckor, majd a hajdúnánási lakosok 13 órakor csatlakozhatnak a katolikus templom előtt. Július 11, 12 és 13-án a Bocskai utcán szintén a katolikus templom előtt reggel 7 órakor lesz az indulás. A vizsgálatra mindenkinek feltétlenül vinnie kell a személyes meghívó levelét, személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját is.